Katona István szőlőnemesítő a nehéz időkben is próbált kivezető utat találni a szőlőborágazat számára. Ezért a Magyar Borokháza Alapítvány róla nevezte el azt a díjat, amelyet az ágazat kiválóságainak munkája elismerésére hozott létre 2010-ben. A mai napon ezeket a díjakat adták át a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Katonatelepi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetében. Idén 22 jelölt közül választotta ki az alapítvány kuratóriuma azt a két szemét, akiket érdemesnek találtak a díjra. Olyan személyek közül történik, akik az ágazat érdekében önzetlenül és tehetséggel és valós komoly teljesítményt nyújtva produkáltak hosszú-hosszú időn keresztül. Ebben az évben kiemelkedő munkájáért Keresztes József szőlőnemesítőt és dr. Májár Jánost, a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet igazgatóját tüntették ki. A kutatóintézetben Katona István mellett Kocsis Pál Kossuth díjas szőlőnemesítőről is megemlékeztek, akinek a nevéhez fűződik többek között az írsai olivér bor. Úgy gondolom, hogy ezek a mind a Kocsis Pálra való megemlékezés, mind Katona István, aki kecskeméti születésűek, Kecskeméten alkottak, mind erősíti a város hírnevét. A kutatóintézet területén található emlékműnél Kocsis Pál munkássága előtt tisztelegve koszorúkat helyeztek el.